Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így szólt: Ámen, ámen, mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak a szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta: Ámen, ámen, mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók, nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki és bejár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon az olvasmányt, az ószövetségi olvasmányt és a Zsoltárt tanulmányoztuk a Szentmise részei közül, ma egy lépéssel tovább megyünk. Ezeket követi a Szent Lecke, aminek persze még a fordítása is furcsa, hiszen ugyanúgy lekciónak nevezi a misekönyv, olvasmány. Mindig valamelyik újszövetségi írásból származik ez a részlet, leggyakrabban az apostolok valamelyik leveléből. Ezt is avatott felolvasónak kell felolvasnia, ahogyan a többi szent szöveget is. Amikor ez elhangzott, akkor következik az, amit a legtöbb helyen talán még ma is szabálytalanul végeznek, de legalábbis ügyetlenül. Ez pedig az Alleluja. A Szentlecke elhangzása után egy emberként feláll az egész gyülekezet, és ez kötelező. Az Alleluja ugyanis már az evangéliumhoz tartozik, ezért kell alatta állni. Maga a szó, héberül, Hallelujah, azt jelenti: dicsérjétek Istent. Az Alleluja által közrefogott vers az evangélium egy fontos gondolatára irányítja a figyelmet. Rendszerint magából az evangéliumból való. Csak nagybőjtben nem énekli ezt az egyház. A szentmisében való használata összefügg az olvasmányok bevezetésével, mert ezeket az olvasmányokat nem lehet minden átmenet és megfelelő keret nélkül beilleszteni a liturgiába. Ezért megfelelő forma előzi meg előkészítésül, és követi kiegészítésül, lezárásul. Keleten az ortodoxoknál az evangélium után éneklik az Alleluját, nálunk nyugaton, a latin rítusban pedig előtte. Az evangélium előtt lelki örömünk kifejezésére hangzik föl ez az ének. Az Alleluja nem más, mint örvendező köszöntése Krisztusnak, aki elhozta az örömhírt, az evangéliumot, ami most fog majd fölhangozni. Az Ószövetségben a Zsoltáros, ha ünnepi hangulatban van, emelkedett a lelki állapota, akkor ezt a szót használja: újra és újra, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Dicsérjük az Urat, és sorolja az okokat. Nagyon sokszor a teremtés pillanatától napjainkig föleleveníti Isten cselekedeteit. Bizonyos fajta felszólítás, utasítás is van ebben a kifejezésben, vagyis dicsérjük az Istent. De ugyanakkor egyfajta győzelmi felkiáltás is ez, hiszen van miért dicsérni az Urat, van oka az Alleluja éneklésének. Isten minden tette, lényegében véve csoda. Csoda az is, hogy mi most itt együtt vagyunk, mert ha nem az lenne, nem férnénk be a templomba. És a papok belehalnának a misézésbe, mert percről percre kéne újabb miséket kezdeni. Hát ez nem így van. De csoda a bűnbánat is, amikor valakiben ez igazán fölindul.
gyóntató székekben a papoknak ott kéne meghalniuk, ha ez hétköznapi esemény lenne. Nem így van. De csoda az igazi imádság is. És most nem betanult szavak robotszerű ismétléséről beszélek, hanem az igazi imádságról. Ez olyan, amikor a Szentlélek beárad az emberbe, és magával ragadja azt a lelket, akivel éppen találkozik. És ekkor mondunk, amit mondunk, vagy átélünk, amit átélünk. Az igazi ima csoda. Sajnos a keresztények jelentős része soha nem is jut el erre a szintre. Betanul egy rigmust, ennyi erővel valami verset is szavalhatna, és ezt előadja az Istennek. Hát ez nem imádság. Jó vagy rossz felkészülés az igazi imára. Alleluját énekelni, tehát rengeteg okunk van. Az életünket át meg átszövik a csodák. Hogy én erre vak vagyok, vagy ostoba, az nem a csoda hibája. Ezt követi pedig az ige liturgiájának az egyik csúcspontja, és ez maga az örömhír. Az evangélium olvasását a legnagyobb tisztelet övezi, és ezt külsőleg is láthatjuk. Maga a liturgia, a Szentmise tanít erre, amikor a többi olvasmánnyal szemben kivételes tisztelettel veszi körül az evangéliumot. Az, akinek ez a feladata, hogy ezt felolvassa, szolgálat teljesítésre áldáskéréssel vagy imádsággal készül. A hívők felkiáltásukkal elismerik és megvallják, hogy Krisztus van jelen ezekben a szavakban. Ő szól hozzájuk. A felolvasást a többi olvasmánnyal ellentétben állva hallgatják. Az evangéliumos könyv pedig szintén külön tiszteletben részesül. Például tömjén füsttel, ami a mai napon nincs, de általában van. Az evangéliumot kizárólag fölszentelt személy olvashatja, az olvasmányokat felolvasó is. Az evangéliumhoz legalább diakónus kell, ennél alacsonyabb rangú beosztott nem olvashatja ezt a szöveget. Aztán van egy furcsa mozdulat, ami szintén érdekes torzulatokra ad okot, ez pedig az evangélium kezdete. Van benne egy rossz fordítás is, hallottuk ma is, evangélium Szent János könyvéből, hát ez itt nem Szent János könyve. Nem az ő tulajdona, és nem is ő írta. A szöveg való tőle, ezt a latinban is másképp fogalmazták meg, evangélium Szent János szerint, mert hogy egyetlen egy evangélium van, négy formában, négy szerző tollából. Ezt át kéne már javítani, itt az ideje. De van egy másik mozzanat is. Mikor a pap elkezd egy evangélium, akkor rajzol egy keresztet magára a szövegre, aztán, és ezzel együtt a keresztények három keresztet rajzolnak saját magukra. Az elsőt a homlokuk közepére kéne rajzolni, ez legtöbbeknek még sikerülni szokott. Aztán a következő a szájra kerül, de úgy, hogy közben nem beszél. Tehát evangélium Szent János könyvében ez barbárság. Így nem vetünk keresztet. A harmadik pedig, hát elvileg középre, ide a szív tájékára kerül, nem pedig másképp, meg máshová. Ugye az első mit fejez ki? Értelmemmel föl akarom fogni, amit elhangzik. A száj megjelölés az, hogy meg akarom vallani azt, amit itt hallok igazságként. Végül a szívretett jellel fejezzük ki, hogy a szeretetemmel hozzá akarok igazodni. Vagyis úgy akarok élni, ahogyan most ezt hangzik, hallom. Vagyis egyszerűbben gondolattal, szóval és cselekedettel akarok idomulni ahhoz, amit az evangélium tanít. De így szoktunk látni ilyeneket, mikor evangélium, nem így kell rajzolni. Ez nem, mint a gyerekeknél a szamárfül, meg mutogatunk, csak simán. Aztán nem az állára rajzolja a keresztet, az ajka helyett, ez is azt mutatja, hogy lövése sincs, hogy miről van szó a Szentmisében, és nem ide tesszük a bal mellbimbónkra, mert ennek semmi értelme. A szív középen van, nem pedig bal oldalon. Tehát egyenes vonalban rajzoljuk ezeket a kereszteket, mert ennek van értelme. A liturgiában értelmetlen dolgok nem történnek. A felolvasó megcsókolja a könyvet, mert ez itt Isten szava. Akinek a számára ezek halott szavak, annak kár volt ide eljönni. Mi azért vagyunk itt együtt, mert az élő Isten ebben a pillanatban szól hozzám.
Személyes, külön nekem szóló üzenete van, és ezt akarom hallani. Az, hogy a tanító rész, ami most éppen hallatszik, ez mond-e valamit vagy nem, az tökéletesen lényegtelen. Nem ezért vagyunk itt. Hallottam azt, amit az Úr szól, amit mond. Ezt kell megragadni. Tanítás vagy ehhez kapcsolódik, vagy máshoz. Az evangéliumban Isten igéje áll az ünneplés középpontjában, és maga Krisztus szólal meg. Ő a szereplő, a főszereplő ebben a cselekményben, ahogyan az egész szentmisében is. Ha Jézus nem élte volna meg azt, amit tanított, és nem mondta volna, hogy tanuljunk tőle, akkor gondolkodhatnánk úgy, hogy a mai nehéz világban, ezek között a megpróbáltatások, ma nem lehet keresztényként élni. Aki ezt gondolja, az nem ismeri Jézust. Az ő korában a kereszténységet megélni egyáltalán nem volt könnyebb, mint ma. Tessék megnézni az apostolokat, meg az első 300 évet. A keresztényeket lemészárolták azért, mert keresztények. Ma olyan kényelemben élünk, amit azok az emberek el se tudtak volna képzelni. Mérhetetlen luxus és nyugalom az osztályrészünk. És még van bőr a képünkön, tisztelet a kivételnek, arra hivatkozni, hogy ma nem lehet Jézus tanítását tettekre váltani. Hazugság. Már döntött a bűn mellett, és most ideológiát gyárt magának, hogy miért mentheti föl magát a Krisztus követés alól. Mit hazudunk? És most nem a jelenlevőkről beszélek, de sok, még magát kereszténynek valló embertől is lehet ilyenek szlogeneket hallani. Ez nem tudja, mit beszél. Krisztust azért, hogy példát mutasson nekünk, a legborzalmasabb módon kivégezték. És akkor mi még itt jajgatunk? Hogy merészeljük? Azt mondja Jakab apostol, legyetek az ige megvalósítói, ne csak hallgatói, különben magatokat csapjátok be. Ha annyi sok ember, akiket szenteknek nevezünk, nem törekedtek volna minden körülmények között megélni az evangéliumot, kerüljön ez bármibe, ha kell az életükbe, akkor gondolkodhatnánk így. De ezt a szentek nem engedik meg. Nincs kiskapu, nincsen kompromisszum, vagy mindenestül követem Krisztust, vagy semennyire. És akkor hiába járkálok a templomba, imádkozgatok, néha betolatok a gyóntatószékbe megnyugtatgatni a lelki ismeretemet, hogy hát én azért azt teljesítettem, meg ezt elvárják, ez nem kereszténység. Vagy legfeljebb annak egy ilyen alsó tagozatos szintje, ami meg egy felnőtt embertől kevés és elfogadhatatlan. A keresztény ember számára az evangélium olyan, mint egy kotta, amit az életemmel kell megszólaltatnom. Sören Kierkegaard, a nagy dán gondolkodó, persze protestáns volt, de ettől még a gondolatai velősek, a következőt mondta. A kereszténységet vagy élni kell, vagy mindenestül elvetni. Ami a kettő között van, az közönséges szemfényvesztés. Lássuk be, igaza van. És a kérdés, amit föl kell tennem ma magamnak, nem nektek teszem föl, ez rólam szól. Vajon én hogyan vélekedek erről a dologról? Hogyan követem a Szentmise egyes részeit? Itt ülök, mint egy színi előadásnak a szemlélője? Vagy egy rádiójátékot hallgatok vezetve az autómat? Vagy valami ostoba kereskedelmi műsort? Hogyan próbálom meg én a mindennapjaimban Jézus tanítását tettekre váltani, életté tenni? Nem csak a liturgiában kell ezt megvalósítanom, hanem mindenhol. Ez élet. A kereszténység nem vallás. Az egyház sem egy szervezet, hanem Istenben való örök és teljes élet. És ez bontakozik ki. Aki ezt nem értette meg, az semmit nem ért a hitéből. Kár itt lenni. Csak becsapja magát. Vajon én milyen viszonyban állok ezzel? Számomra a Szentmise egy letudni való kötelesség, kipipálom meg volt a vasárnap? Vagy itt találkozok szemtől szembe az én Istenemmel? Elém áll, ahogy az apostolok elé, megmutatja a szöggel átvert kezeit, meg az átszakított oldalát, ami a szívét föltépte. Ennyire szeretlek. Leborulok, mint Tamás? Uram,
Istenem, és imádom őt? Vagy megrántom a vállam, és megyek tovább, mintha semmi közöm nem volna ehhez az egészhez? Mit jelent ez nekem? Hétfőn, kedden, szerdán, szombaton rezeg még valami visszhangja ennek a vasárnapnak? Ott van bennem a találkozás iránti öröm, hogy újra mehetek az ő házába, az én otthonomba. Mert a Szent Mise, ahogyan haladunk majd előre, úgy visz kézen fogva egyre beljebb a Szent Háromság belső világába, egész a legmélyéig. Ha valakit egyszer ez az örvény elkap, és akár le, akár fölrántja magával, az tudni fogja, hogy amit elhangzott, az mind igaz. A Szent Lélek magával ragad, a fiúban elvisz az atyához, és olyan teljességet élhetek meg, amilyet semmi és senki ezen a földön nekem nem adhat. És hirtelen megfordul minden, úgy, ahogy Assisi Szent Ferencnek, amikor irgalmasságot gyakorolt a leprással. Onnantól kezdve, ami azelőtt nekem édes volt, az keserűvé vált, és ami azelőtt keserű volt, az édessé lett. Amit eddig fontosnak tartottam, az volt a legértékesebb, a szemét lesz. Erre mondja Szent Pál, mindent magam mögött hagytam, mint undorító ocsmány hulladékot. És csak előre szegezem a szememet. Csak Krisztusra nézek. És nem érdekel, hogy mit gondol más. A szüleim, a barátnőm, az udvarlóm, akárki. Egy vélemény izgat. Jézusnak mi a terve, a véleménye rólam? Ő mit lát bennem? Hogyan valósíthatom meg a szándékait? Hogyan lobbanhat föl az a tűz bennem, amit a Szentlélek készül meggyújtani? Én vagyok a világ világossága. Azért jöttem ebbe a világba, hogy világosságot gyújtsak, mert a világ sötétségben van. Akarok gyertyaként, önemésztő gyertyaként égni az ő oltárán? Ez a keresztény hivatása. Ennél kevesebbel beérni bűn, mert semmibe veszem az értem hozott legnagyobb áldozatot. Gondolkodjunk el ezen, mindenki a maga életkörülményei, lelkiállapota és fejlődési szintjének megfelelően. Hol tartok? Próbáljam meg ezt új szemmel nézni. És amikor belépek a templomba, és kezdődik a szent liturgia, nyissam meg a lelkemet előtte. Engedjem le a sorompókat, hogy jöhessen az Isten, hogy magához ölelhessen, magába ölelhessen, és valóban fölszítsa bennem az iránta érzett szeretet lobogását, és amikor elérkezik a legcsodálatosabb pillanat, íme Krisztus teste, akkor imádattal vehessem őt magamhoz, és egy új, olyan mély és gyönyörű közösség jöjjön létre mindegyikünk között, amilyet el nem tudunk képzelni, és amit se a házas felek egymás között, se a szülő-gyermek viszony nem hozhat létre. Kérjük a mai napon az Ószövetség és az Új Szövetség összes szentjét, imádkozzanak velünk és értünk, és segítsenek nekünk, ahogyan őket a Szentlélek ösztönözte, és ők befogadták ezt az ösztönzést. Mi is kinyíljunk ezelőtt, és rádöbbenjünk, mit jelent élni, Istenben örökké élni. Amen.